A szerdán életbe lépett kormányrendelet értelmében újabb óvintézkedéseket kellett hoznia a településeknek, városoknak. Bátaszék polgármestere is több rendelkezést hozott a járvány megfékezése érdekében. A Petőfi Sándor művelődési ház, a Keresztély-Gyulavárosi Könyvtár, a Tájház és a Városi Tanuszoda is bezárt. A háttérben folynak ugyan a munkálatok, de látogatókat már nem fogadnak. A Vice János Városi Sportpályán csak a versenysportra és az egyéni sportolásra van lehetőség, tehát ha valaki ki szeretne menni futni, nyugodtan megteheti, de a csoportos sportolás már nem megengedett. A Kalász János Városi Sportcsarnokban is csak az iskolai testnevelés órákat tartják meg, valamint az igazolt sportolók edzésekre használhatják. A polgármesteri hivatal működésében is változásokra lehet számítani. Csökkentettebb ügyfélfogadással állunk a bátásiek rendelkezésére, csak hétfény délelőtt, illetve Szerdán délután van lehetőség személyesen ügyeket intézni. Kérjük a, a városlakokat, hogy lehetőség szerint telefonon vagy előzetes időpont egyeztetéssel keressék fel hivatalunkat az ügyeik intézése érdekében. Tervezik a hivatalban, hogy váltott időszakos homofiszt vezetnek be, vagyis nem lesz bent egyszerre mindenki az intézményben, A és B hétre szervezik a beosztást, hogy csökkentsék a személyes találkozásokkal a vírus terjedését. Idén a város már semmilyen rendezvényt nem szervez, így elmarad a 70 éven felüliek karácsonyi ünnepsége, az adventi forgatag és a fiatalok a városért évvégi záró fogadása is. A 10.000 fő fölötti városvezetés saját jogkört kapott arra, hogy kötelezővé tegyék a közterületeken is a maszk használatot. a széken, mivel mi 6300-an vagyunk, így erre nem kaptunk felatalmazást, de felhívjuk a városlakok figyelmét, hogy a saját és embertársaink egészsége érdekében. Lehetőleg minél több helyen használjanak maszkot, így városi piacon, vagy adott esetben akkor, amikor mondjuk az iskola előtt várják a gyermekeiket, annak érdekében, hogy a vírus terjedését lehessen egy kicsit gátolni. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a játszótereket használhatják a családok, de az itt lévő kosárpályát és focipályát nem. Fontos, hogy itt is kerüljék el a csoportosulást.